Szervusztok! Szép jó estét mindenkinek! Örülök, hogy ennyien eljöttetek a jóga foglalkozásra. És megfogott valami az esemény címében, ezt Balázs úgy fogalmazta, hogy élményterápia. Tehát, ha visszanézünk olyan 100 évet, akkor élmény mindig volt. 200 éve, 500 éve, 1000 éve. Mindig élményeket kerestünk. Akár az, hogy találjuk meg Tróját, akár az, hogy jóval előtte foglaljuk el Tróját. Élmények kellenek. Mióta kell terápia? Valószínűleg már attól az időtől, hogy elkezdtünk vágyakozni élményekre, már onnantól kellett volna terápia, csak sokkal később találtuk ki. És mi mutatja ezt? Ezt az mutatja, hogy az élményekkel mennyi szenvedést halmoztunk fel magunknak és ennek a világnak. És most következne az a zen típusú bevezető, amitől a frissen érkezettek nagyon gyorsan elaludnának, ettől így eltekintünk. Tehát nem lesz zen típusú buddhista bevezető, inkább beszéljünk egy picit a jógáról, és hogy a jóga az gyakorlatilag honnan indult és hová mehet. És hogyha egy kicsit a hindu mitológiát megnézitek, akkor a jógának a mennyei felelőse Rudra. Tehát Rudra a jóga ura, ő a hindu panteonnak egy nagyon fontos ugye, istensége, és ez az önuralmat jelenti. Indoeurópai etimológiában érdekeltek, tudhatják, hogy a jóga és a jók, mint iga, az kapcsolatban áll, és ez is az önuralmat jelentheti. Mikor jelentheti ezt? Mert nem szükségszerű. Manapság a jógát nagyon sok mindenre lehet használni. Hajlékony leszel, jól érzed magad, elcsendesülsz, és csak a lélegzetedet és a testedet figyeled. Ez mind-mind lehetséges. De valahol az összes fizikai gyakorlat, amit Hatha Jóga néven már több évtizede fogyaszt a nyugat, és nagyon gyakran meg is áll ennél. Ezek a fizikai gyakorlatok mind a szellem jogáját és a szellem uralmát készítették elő. És jóga most már annyi van, mint égen a csillag, de ugorjunk rögtön a legkevésbé fizikális jogáig, ez a rádzsa jóga, ami a szellemnek a jogája, és itt már az ászanák megszűnnek. Illetve minden, amit csinálsz, ászana, és a kettő pontosan ugyanaz. Megszűntek az ászanák, tehát minden az lett. És érdekes módon, ha belenézel a rádzsa jogába, akkor ott is van egy olyan pont, amit úgy hívnak, hogy moksa. Moksáról van szó, ami hindu nyelven a felébredést jelenti. Tehát az az érdekes, hogy minden valamire való vallás, minden valamire való spirituális irányzat valahol felismerte, hogy az emberben egy rakás illúzió van, egy rakás téves nézet van, a tudatnak olyan tartalmai vannak, amelyet nem szívesen vinnénk tovább, de mégis tovább viszünk. Miért? Mert ragaszkodunk hozzá, és azonosulunk vele. Hát már maga a pranayama, hogy elkezdesz a lélegzeteddel foglalkozni, olyan tudattartalmakat hoz elő, hogy győzd aztán azt szépen letükrözni, és győzd lekövetni, hogy pontosan mi történik benned. Az ászanáknál pedig abszolút megtanulod, hogy ez a test ez nem te vagy, de egy nagyon gondos, jó gazda módjára kell ezzel a testtel bánni, hogy kiszolgálja azt az időt, amíg az inkarnációs célodat beteljesíted. És a felébredés pedig ahhoz kell, hogy legalább meglássuk, hogy mit hoztunk ide le, meglássuk, hogy miért jöttünk ide, mi az a hatalmas karma tömeg, aminek a tetején ülünk, és mi az, amit ebből meg szeretnénk valósítani. Mindet szerencsére nem lehet. Különben ilyen teljességre törekvő robotok lennénk. Olyan mennyiségű karmát hozunk magunkkal, hogy szerencsére egy inkarnáció alatt se meglátni, se megvalósítani nem lehet annak teljességét. És itt jön be az a szabad akarat, az a döntés, ami pillanatról pillanatra a tied, és pillanatról pillanatra tudatod tisztaságának függvényében döntesz.
És itt van a felébredésnek óriási szerepe. Hívjam azt moksának, hívjam azt buddhinak, ugye? Hívjam azt esetleg Huakchol Deónak koreaiul, ami a teljes megvilágosodást jelenti, Satorinak mondjuk, ami a japán ugye, elsődleges átütő élményt mondja. Úgyhogy, ha körülnézel, akkor a monoteista féltekén, itt nyugaton, ez úgy nem szokott előtérbe kerülni, mert mindig egy külső ponttól várjuk azt, hogy megváltson minket, amely által megigazulhatunk, mennybe megyünk, és ott a mennybe ott várnak minket, különböző stációkon megyünk keresztül. Ez a teológia és ez az eszkatológia, ez kondicionálja a gondolkodásunkat itt nyugaton. És mégis vannak elszórt pöttyök a nyugati féltekén, ezek a keresztény misztikusok, akár Siléziusra gondolsz, akár Eckhart mesterre gondolsz, akik valamit megtapasztaltak, ami túl van a puszta teológián, túl van az exegézisen, túl van az imán, és túl van a verbalitáson, és itt jön be egy óriási közös vonás a keleti tanokkal. Tehát amikor azt mondja, hogy légy csendben, és tudd, hogy ez az Isten, Siléziusz, akkor valami elképesztő nagyot mond azzal, hogy ez az egy mondattal kiiktatja azt a tengernyi tiszteletkört, amit gondolatokból legyártottunk valami köré, amit nem lehet gondolatokkal fölfogni. Tehát tiszteletköröket rovunk egy idő után feleslegesen. Tehát mit lehet tenni? Hát azt lehet tenni, hogy figyeled, ahogy az ínszalagjaid szépen nyúlnak, nyúlnak, nyúlnak. Figyeled, ahogy az izmaid válaszolnak. Figyeled, ahogy a lélegzetedet összekapcsolod a testtel, és így a tudat is a testben van. Mert hát nem csak azért figyeled a lélegzetedet, hogy ne húzódjál meg, hanem azért, hogy a tudat és a test az egyben legyen. És rengeteg ászánának pont ez a célja, hogy figyeld meg, hogy a lélegzet és a test és a tudat hogyan működik együtt. Minden pillanatban tisztán érezd a testhelyzetet, a lélegzetet, és amikor megjelennek a tudattartalmak, akkor pedig azt a szép folyamot, amit már a Théravádinak így hívnak, hogy a tudat folyama, és aki ezt megpillantja, az a Sróta Ápanna, aki a folyamba lépett. És ennek a folyamnak a megfigyelése az, ami első körben az embereknek nagyon idegen, mert még soha nem fordították az energiájukat úgy befelé, hogy valami többet lássanak magukból, mint a saját énjük, a saját személyiségük. És hogyha ezt a tudatfolyamot figyeled, akkor meglátod, hogy ennek az összes tartalmát te csináltad, vagy érzékszervileg beemelted, és valahol egyetlen egy momentumával sem vagy azonos. Tehát minden, ami keletkezett, megjelenik, eltűnik, elmúlik, ez a karmád. De van bennünk valami, amely ezt az egészet látja, és most az elkövetkezendő hétvégén terápiás célzattal a látást fogjátok gyakorolni, és különböző élményeken mentek majd keresztül. És ezek az élmények fizikai síkról szoktak indulni, utána természetesen vannak légzőgyakorlatok, és utána, hogyha a tudatosságot kiterjed minden pillanatra, akkor másképp fogod enni az ételt. Jobban fogod érezni az ízeket. Jobban látsz belül, és ezért jobban fogsz látni kívül. És ezt a látást hívta a Buddha vidjának. Ennek a hiányát hívja avidjának. És mostanában az élményészség és a szenzációészség az ugyan nem rossz és nem jó, de pont ezt az avidját, ezt a nemlátást növeli, mert a tudatunknak a tiszta tükrét állandóan telehaigáljuk különböző érzékszervi tartalmakkal. Van, amikor audiovizuális, van, amikor tapintható, van, amikor szagolható, ízlelhető. Tehát cselekvés helyett pótcselekszünk, és látás helyett megvakítjuk saját magunkat. És ettől van annyi téves nézetünk, amennyi, ettől hozunk annyi rossz döntést, amennyit, ettől követünk el hibákat, hogy magunknak és másoknak szenvedést gyártsunk le. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy milyen utat választasz,
De valahol minden út nem Rómába vezet, hanem a felébredés felé fog ösztönszerűen vezetni téged. Ugyanis valahol az emberek belül tényleg boldogok szeretnének lenni. Ezt először összekeverik az örömmel, aztán, ahogy idősödnek, úgy megtanulják szétválasztani az örömöt és a boldogságot. És ezt a boldogságot egyre inkább körvonalazni tudjuk, hogy mi nem az. És ha elég őszinték vagyunk saját magunkhoz, akkor ezt a boldogságot, ezt már nem kívül vagy belül keressük pusztán, hanem ebben a pillanatban egy egyévált, nem dualisztikus állapotban meg tudjuk tapasztalni. De ehhez egy rengeteg ideát el kell engednünk, ehhez rengeteg téves nézettől meg kell szabadulni. És akármennyire is ugye élményeket jöttünk ide szerezni, a legnagyobb élmény az igazi önvalónk tapasztalata. És ehhez egy csomó minden kell. Ehhez kell mondjuk gyönyörűséges hegy, frissen nyírott mező, beszerzett élelmiszer, jó jógatanító, rendelkezésre álló templom, segítők, társak. Tehát mindaz, ami a tanító, tanítás és tanítványi közösség hármasságát megteremti, kiteljesíti, és számodra elhozza. Ezekre mind-mind szükség van. Úgyhogy mit akarsz valójában csinálni? Miért jöttél ide ténylegesen? Ezt jó, hogyha nagyon gyorsan tisztázod magadban, és ne hidd azt, hogy az eredeti motivációd az most hirtelen kétségessé vált. Nem ez a célja ennek a mondatnak. A célja az, hogyha tudsz, menj egy lépéssel mélyebbre. Hogy ez a motiváció honnan jön. Megtalálod azt a réteget, és utána arra is rákérdezel, hogy és ez valójában micsoda, és honnan jön. És hogyha engeded ezt szépen rétegről rétegre menni mélyebbre és mélyebbre, olyasmit találhatsz, amit eddig nem képzeltél el, nem gondoltál el, nem éreztél meg, nem tapasztaltál. Van-e kérdése bárkinek így a meditáció, gyakorlat, spiritualitás terén, bármilyen? A jóga és a zen közötti kapcsolatot szeretném kérdezni, hogy te látsz-e közötte kapcsolatot, mi ez a kapcsolat, hogyan érdemes a kettőt együtt gyakorolni, egyáltalán érdemes-e együtt gyakorolni? Én szerintem, ha ezt a pillanatot teljes tisztaságában megéljük, hogyha felismerjük a helyzetet, amiben vagyunk, a kapcsolatot a többiekkel és a környezettel, és ebben a pillanatban helyesen cselekszünk, akkor ez már nem jóga és nem zen, hanem valami sokkal egyszerűbb és tisztább ezeknél a fogalmaknál vagy irányzatoknál. Tehát ember így csak egy van, és egy csomó mindent tehetünk azért, hogy tisztább tudattal, nyitottabb szívvel egy helyesebb életet éljünk. És lehetne különböző történelmi és egyéb párhuzamokat találni, de ami a jogában és a zenben közös, az te vagy. Tehát az a tudat, amelyik megéli a világot, megtapasztalja a másik embert, önmagát és a társasságot. Tehát ez a pillanat és ez az igazi önvaló, amit keresünk, ez az, ami közös benne. És aztán beszélhetünk arról, hogy a hirtelen út és a fokozatos út hogy vált el. Az a ugye 799 béli lászai zsinat, ahol nagyon sokáig gondolkodtak ezen, az ugye az északi átadási vonalat ketté szakította, és azt mondta, hogy a kínai féle csan az a hirtelen, és az indiai nepáli tibeti vonal az pedig a fokozatos ugye, út, és ez évszázadokra meghatározott dolgokat. De az azonosságok és a különbségek a forma szintjén az most kevésbé segít, mint az a szemlélet, amiről megpróbálunk most beszélni. És az a szemlélet, ami áthat itt egy jogafoglalkozást, egy térhangtudat, tábort, egy zenelvonulást, ha legyen az egy hétvégés, tíznapos vagy három hónapos. És ez a szemlélet az, hogy megpróbálunk egyenesen nézni, megpróbálunk őszinték lenni magunkkal és a másikkal. Megpróbáljuk úgy látni magunkat, a másikat és a világot, ahogy azok vannak. És valami mást, valami egyebet, valami tisztábbat kihozni magunkból, mint eddig.
Na erre mind a kettő nagyon jó, a zen is, meg a jóga is. Azt szeretném kérdezni, hogy amikor ülünk a meditációban, akkor egy ilyen statikus tartásban vagyunk, tehát fizikálisan ez egy statikus állapot, és a jogás gyakorlatok között pedig mozgunk, erősödünk, és úgy, tehát teljesen más a testtartás. És hogy hallottam egyszer egy olyat, hogy a jóga az valahogy az ülésre erősíti meg a hátunkat, a hátizmunkat. Ez szerinted is így van, vagy a kettő teljesen független? Tehát az erős test hozzá elvezete egy erős, és ez már egy következő kérdés talán, elvezete egy erősebb tudathoz, vagy független a két dolog egymástól? Tehát a bevezetőben is elhangzott, amikor a hatha jogáról és a rádzsa jogáról beszéltem, hogy igen, a fizikai előkészítés az ahhoz kell, hogy tudj ülni rendesen meditációban 40-50 percet, vagy esetleg még tovább. Tehát én láttam kínai szerzetest, aki kés segítség nélkül teljes lótuszba így belecsapta a lábát, és 3 óráig ott ült. És gyakorlatilag ezt komoly jóga, gyakorlat és előkészítés nélkül nem tehette volna meg. Tehát természetes, hogy ezeknek a fizikai gyakorlatoknak van egy célja. És ez tényleg nem csak az, hogy jól érezd magad, áramoljon a csí, hajlékony legyél, szép legyél, fiatalabbnak látszál. Tehát ez mind-mind a jóga egyik mellékhatása, de nem ez a végcél. A végcél az, hogy meg tud tartani magadat egy olyan meditatív tartásban, és személyesen tudom mondani, hogy ha tinédzser koromban nem jógáztam volna 4 évet, akkor nagyon nehéz lett volna a zenbe úgy belemenni. Tehát nagyon éreztem a különbséget, és láttam a különbséget, hogy az elején nekem fele annyit, harmad annyit kellett fölállnom az ülésből a visszavonulások alatt, mint azoknak, akik csak úgy becsattogtak az utcáról, és izzadtak a fájdalomtól, és stb. Stb. Tehát nagyon fontos a test előkészítése, de az erős testhez akkor mi járul? Tehát lehet, hogy az erős test megerősíti azt az egoitást, ami ragaszkodik a testhez, és használja, és azt mondja, én vagyok az erős, János, stb. De ez nem az eredeti tudatnak az ereje. Tehát nézd meg, hogy mi történik, ha egy ilyen test megsérül. Hogy viselkedik az a tudat? Hogy bírja ki a részleges mozgásképtelenséget, a lecsökkent képességeket, hogy nem tudja azt kiélni a testével, amit. A tudat ereje inkább itt mutatkozik meg, és nem ott, hogy milyen kerületű ugye, felkart tud legyártani magának. Tehát lehet a test erejéről beszélni, és arról a tudatról, amelyik ezt felhasználja, és ráépít egyénséget, egy személyiséget. És lehet arról a tudatról beszélni, amelyik természetesen jó gazda módjára karban tartja a testet, de tudja, hogy nem izomra kell gyúrni, hanem inkább tudatra kell gyúrni, és ennek eszköze a test, nem célja. Tehát te ehetsz biokaját egész életedben, végezhetsz gyönyörűséges fizikai gyakorlatokat reggel este, ameddig akarod, a test akkor is meg fog halni. És hogy mi lesz a tudattal, mi lesz a lélekkel, az már egy sokkal súlyosabb kérdés, mert azt a karmát, amit inkarnációk óta gördítesz magad előtt, és hordozol magadban, azt puszta testgyakorlatokkal nem fogod megváltoztatni. Tehát itt is a nyugat nagyjából a feje tetejére állította a bilit, és a mosdóvízzel együtt kiöntötte a gyereket. Elképesztő nagy hangsúlyt helyeznek a jóga és a harcművészet, és az egyéb ilyen keletről beérkezett tanok fizikai oldalára. Eladhatóvá teszik, szerethetővé teszik, élvezhetővé teszik, és a piramis csúcsát pedig lecsapják. És nem mondják meg, vagy azért, mert nem tudják, vagy azért, mert szkeptikusok is azt gondolják, hogy a nyugatiak nem tudják fölfogni, ennek az egésznek mi a célja, és hogy miért végzik ezeket a gyakorlatokat ugye, keleten. Tehát át lehet hozni nagyon sok mindent az óceánon, meg el lehet hozni a selyemúton,
De nem szabad azt a transzcendens vagy spirituális dimenziót kihagyni belőle, amire az egészet kitalálták. Tehát az erős testből nem következik az erős tudat, ez egészen biztos. A tudat ereje, a vesztesség és a nyereség, a fönt és a lent, a jó és a rossz, a betegség és az egészség tűrésében és helyes látásában mutatkozik meg sokkal inkább. És abban az éntelenségben vagy önzetlenségben, ahogy a másikat előbbre valónak tartja saját magánál, és a másik segítését teszi inkább előtérbe, nem pedig a saját személyes programját. Na most, ha ezt a szemléletet megnézed, ez nagyon-nagyon idegen a nyugattól, és most már sajnos a kelettől is. Sikerült a 20. században legyalulni annyira a keleti kultúrát, hogy kezdje elveszíteni a régi működését. Úgyhogy nagyon fontos test és tudat miben létének látása, hogy mi a tudat, mi a lélek, mi a test, és megfelelően kezelni ezt a hármat. Tehát azért, hogy ezt lásd, a test az elég világos, ez a fizikai ugye porhüvely, amiben vagyunk. A lélek az az összkarma, amit belehoztál, amiről azt hiszed, hogy te vagy, és a tudat az, ami látja ezt az egészet. Jó? És ez azért fontos, mert hogyha a tudatosságot keresed, akkor sem a test, sem a lélek látásától nem tekinthetsz el. És ez az, ami történik fizikai gyakorlatok közben. Tehát az lehetetlen, hogy ne jöjjön föl egy rakástudattartalom, mert itt bennünk van tárolva. Ezen tudattartalmak függvényében vetted föl ezt a testet. Tehát, hogyha kíváncsi vagy, hogy miért így nézel ki, miért ez a fizikai mi voltod, akkor próbáld meg egy picit megkeresni magadban, hogy milyen lélek használja ezt a testet, mert a kettő 100%-osan összefügg. Ezért mondja a zen költemény, hogy ha holnap meghalsz, milyen testet kapsz, vajon mindenek előtt nem ez a legfontosabb? A felhők fölfelé szállnak, a folyók a tengerbe folynak. A terápiát használják sok kontextusban. Nektek mi volt a szándékotok azzal, hogy azt mondjátok, hogy terápia? Hát tudod, ez engem is meglepett. Ez a plakáton jelent meg, élményterápia, ennek az eseménynek a gazdája Balázs. És én itt, mint vendég üldögélek, és a kérésére tartok egy ilyen tanítást. Ezt majd megbeszélitek, hogy pontosan milyen élmény és milyen terápia, de hát a terápia, mint görög szó, az valahol azt célozta, hogy a szervezet egészségének, vagy a test és tudat egységének a helyreállítása valahogy megtörténjen. Ami beteg, az legyen egészséges, ami széttagolt és szétcsúszott, mert szétütötték, az megint legyen úgy egységes, és rakjuk össze magunkat. Aztán a többit ő elmondja, mert sokkal jobban tudja. Igen? Az én kérdésem az az lenne, hogy amiket fogunk énekelni, koreai énekeket, azoknak mi a célja? Miért kell koreaiul énekelni? Miért nem lehet magyarul? Vagy miért nem szanszkritul? És hogy miért csináljuk ezt, és miért fontos? Nagyon jó kérdés. Hát ezek a napi kötelező zengedezések, amikor itt élsz a templomba, akkor ez az életmód része. Ezeknek nagyon-nagyon sok feladata van. Az egyik, hogy azt a zajt, amit mi itt hordozunk magunkban, azt egyszerűen kitakarítsa. Így, hogy kitakarítsa a zajt. Helyette van a jel. És mi a jel? Az, hogy szeretnénk az úton járni, szeretnénk felébredni, szeretnénk a felesleges karmától megszabadulni, és szeretnénk segíteni másoknak, ennek a világnak. Na most ez a tudat, ugye, ez egy olyan állatfajta, hogyha te megmondod neki, hogy mit csináljon, azt meg is csinálja. Honnan tudjuk? Tehát amikor az emberben, hogy eduran valami, és azt mondja, megölöm, szétszakítom. És képzeld el, már megy is utána, és üldözi a sodrófával, vagy a mángorlóval.
És van, amikor ez a pillanat, hogy ezt így megmondta magának, az nem is világos, csak elkapta az indulat, és így puf, már csinálja is. Na, ha akkor a tudatában lett volna tér, akkor lehetett volna egy szabad mozdulata, és tudott volna másképp dönteni. Tehát az éneklés, az letisztítja a tudatot, és teret ad belül. Ez azért fontos, mert ha ez a belső tudati tér nem alakul ki, akkor tényleg a saját műsorunkkal foglalkozunk, és azon a szűrőrendszeren keresztül látjuk a világot, amit mi énnek hívunk. És nem úgy látjuk se magunkat, se a másikat, se a világot, ahogy azok valójában vannak. Tehát az éneklés tudattisztító, a saját törmelékedet eltakarítja, pozitív tartalmakat hoz be a tudatodba és a térbe is. Most jön egy kicsikét misztikusabb rész. Ha ez számodra tündérmese, akkor nyugodtan tedd a Grimm mesék mellé, meg a 77 magyar népmese mellé, meg a Lázár Ervin kötet mellé. Ildikót nem hagyjuk ki, tehát azért Ildikó is ott van, tehát tessék oda tenni a mesés kötetek mellé, de ha ugye látjuk, hogy az érző lényeknek itt a Földön legalább kettő darab regisztere van, az emberi meg az állati, akkor úgy nem nagyon kell a fantáziádat megerőltetni ahhoz, hogy e fölött és ez alatti létformák is létezhetnek, akár úgy, hogy látod őket, akár úgy, hogy nem látod őket. Na, a buddhák és a bodhiszattvák birodalma az egy olyan magas frekvencia, hogy ezt ebben a fizikai testben, ezek által az érzékszervek által kötve, nagy részünk, túlnyomó részünk nem látja. Attól az még van. És amikor énekelsz, akkor egyfajta szövetségi rendszert építesz ki. Buddhákkal, bodhiszattvákkal, magas szintű istenségekkel. És ez nagyon nem mindegy. Tehát az, hogy te neked a tudatodban miféle rendszer van, és milyen lényekkel válasz közösséget, amikor azt mondja, az ördög vigye, hát akkor már is, hogyha ezt nagyon sokszor mondod, akkor ezzel a birodalommal válasz közösséget. És van még egyéb ilyen önbeteljesítő jóslat, megvalósuló profécia, stb., amit te magadnak gyártasz le, és bizony egy bizonyos frekvenciát, bizonyos létszférát az becéloz, és a tudatot odairányítja. Na most, az éneklés, ugye az oltárkép, ugye, úgy tűnik, mintha ilyen kis ázsiai festmények lennének, ilyen kis szép ábrázolások. Nem, kérem szépen, ez egy kapu, és ezt az éneklés kinyitja. És a buddhák és bodhiszattvák világát, és ezt a világot egybe nyitja. Meghívja őket ide, és a mi tudatunkat egybeforrasztja az övékkel. Tehát ez a megfelelő szövetségi rendszer kiépítése tudatilag, ez nagyon-nagyon fontos, mert amikor az élet úgy jól megzúz, és a saját karmádat nagy kanállal, dózerral kapod vissza, akkor igazából már nem az önképed számít, az számít a legkevesebbet, már csak nem is a körülményeid számítanak, hanem az számít, hogy milyen döntést hozol. Tehát milyen döntést hozol válsághelyzetben, amikor nagyon-nagyon szorítanak, és zsarolnak, és kényszerítenek, és minden irányból erőt akarnak venni rajtad, mit csinálsz? Milyen tudattal élsz? Milyen döntést hozol? Na akkor bekapcsolnak ezek a regiszterek, megelevenednek ezek a frekvenciák, és ez a szövetségi rendszer akkor segít. Soha nem vagyunk egyedül. Csak ez egy kicsit kinyújtotta de a kezedet. Ennyi. Na, ez a mennyei készfogás, ez ez. És ezért is énekeljük ezeket olyan nyelven, amelyen már több száz, esetleg több ezer éve hangzanak el ezek a mantrák, magyarul iszonyatosan bejáratódtak ezek a frekvenciák, bejáratódtak ezek a megszólítási módok, és nem csak azért, mert ezt kvázi ők értik, ők mindent értenek. Tehát az nem nyelvfüggő. Viszont az emberi szféra, az emberi világ szempontjából nem mindegy, hogy mondjuk egy Siddham Sanskrit Dharaniba, a nagy Dharani, koreai kiejtéssel is, úgy alsó hangon 1700 évet beletettek. És több 10 millió ember. Tehát az az energia, az nem vészel, még csak nem is alakul át. Ha abba úgy becsatlakozol, az jóval nagyobb, mint Paks 1-2 így összevéve.
És ezért van az, hogy az ember elkezd énekelni, és elkezdenek történni a dolgok belül is és kívül is, és tényleg nem tudod, hogy mi és hogy miért. Csak azt érzed, hogy úgy kezdenek legördülni a terek. Kezd egy picit nyugi lenni. Kezd valami olyasmi megnyilatkozni belül, ami sokkal inkább te vagy, mint eddig bármi más, és eddig ezt nem tapasztaltad. Hogy a mantrák nagyon fontosak és nagyon jók, és van egy praktikus része, amit az első felében mondtam a válasznak, és utána van egy metafizikus része, ami ha valakinek tündérmese, akkor legyen az, és nehogy elhidd akaratod ellenére, ne. Próbáld ki, ha érdekel, és hogyha nem, akkor meg ne. Az úgy rendben van, minden rendben van. A szabad akaratod az a legjobb. Azt kell követni. Csak hogy mi az, ami a szabad akaratodat irányítja? Na, az egy nagyon jó kérdés. Tehát abba érdemes belenézni vele. Úgyhogy ennek van kulturális, nyelvi, energetikai, transzcendens, pszichológiai vonatkozása. Mindegyikbe egy picikét beleharaptunk ezzel a válasszal. És még egy ilyen apróság, így a haba tortán, hogy Sung San Suu Kyi 100 napig énekelte a nagy dáranit, és elérte a megvilágosodást, azt a nagy M-mel megvilágosodást. Úgy, hogy szinte biztos, hogy nem tudta a jelentését. Egyrészt a koreai hagyomány nem fordítja le, másrészt meg 21 éves szerzetesként egy vidéki hegyek közötti kis templomban, úgyhogy egy-két szerzetessel találkozott, akik megtanították, hogy hogyan ne pusztuljon el a 100 napos alatt, hogyan ne őrüljön meg alatta, és hogyan bírja ki azt, hogy 100 napig ilyen porrá tört fenyőtű leveleket eszik, meg néha egy kis egész szójababokat, hogy a bérműködés ne álljon el. És erről volt szó, és nem arról, hogy a Dunhuangi barlangokban mikor találták meg a szintelem szanszkrit eredetit, és azok milyen szútrákba hogyan mentek át. Nagyon valószínű, 1948-ban, 47-ben ezek nem nagyon álltak rendelkezésre a templomok többségében. De mégis a nagy dáraninak van jelentése, és az az érdekes, amikor az ember azt megtalálja és elolvassa, és most elolvasható az énekeskönyv hátuljában, mert közkincsé tettük, akkor sokáig énekelvén úgy, hogy nem tudod a jelentését, olyan, mint amikor az autofókusz így a helyére kattan. Tehát így minden élesen és tisztán látszik, és amit addig csak éreztél, akkor már tudod is. Az a vicc, hogy a tudás nem helyettesíti a tapasztalatot. És itt nyugodtan mondhatjuk, hogy ezen a féltekén, a nyugati féltekén a legnagyobb hibánk az, hogy azt gondoljuk, hogy a tudás helyettesíti a tapasztalatot. Nem. A tudás az egy metaréteg. A tapasztalat pedig közvetlen, tudati vagy érzékszervi valóság. Tehát ugye mi nem a szakácskönyvet esszük meg, mi az ételt esszük meg. Ugye milyen jó? És nem a használati utasítást fogjuk masszírozni, hanem magát a tárgyat fogjuk használni. Tehát a tudás és a tárgy soha nem téveszthető össze. A tapasztalat és az arról alkotott képzet soha nem téveszthető össze, és mégis évszázadokig így élünk, már itt nyugaton. Úgyhogy nagyon fontos az énekeknek a hatása, és még egy apróság, hogy a dáranik, amik a Mahayana buddhizmusban olyan fontosak, és említettem a Nilakanta dáranit, vagy a nagy együttérzés dáranit, amit Sung San Suu Kyi is énekelt, és a Mahayana több országa különféle nyelven, ez Avalokitesvara, tehát az együttérzés bodhiszattvájának az eredeti tudati energiája. És megnézed a jelentését, és rá nem jössz, hogy most attól, hogy ezt kimondom, mi fog történni. Na, ha csak gondolkodsz róla, akkor semmi. De elénekled magadban egy pár százszor, és akkor mégiscsak történik valami, akár tudod a jelentését, akár nem. Itt van a bukfenc. Tehát a jelentése az azért fontos, mert kíváncsi vagy. Mert ez az éhes kutya, ez enni akar. És jól akar lakni, és utána is szépen lihegve, kiöltve a nyelvét, ott elpihen, és várja a gazdát, hogy mikor ad neki megint. Tehát a tudás az azért kell, hogy ugye biztonságérzeted legyen, kíváncsiságodat kielégítsd, valamiféle hálót, kognitív hálót alkoss, amivel ugye következtetéseket,
gyönyörűséges tanulságokat és egyebeket tudsz legyártani, amivel elemezhetsz, ahol logikus lehet, stb. Ez a kognitív háló, ez amennyire szükséges, annyira képtelen arra, hogy a valóság egészét megtapasztaljad. Tehát akármilyen jó hálód van, azzal csak halat tudsz fogni. A tengert nem tudod kifogni. Tehát mindenki halászik a kis személyes hálócskájával, ahelyett, hogy letenni a hálót, jó bemelegíteni, és beleugrana a tengerbe. De nem ugrunk, mert félünk a cápáktól, meg a halacskáktól, meg a polipoktól, és mindentől, amit a tudatod mélyén megtapasztalhatnál. Tehát ezért nem szoktunk befele nézni, és ezért nem szoktuk elengedni az állandó elemzés, kogníció, analízis eszközeit, és ezért tartjuk mindig távol a valóságot, meg a másik embert, az, hogy én tudom. Én már tudom. Én tudom, hogy ki vagy. Én azt is tudom, hogy én ki vagyok. Én tudom, hogy mi a világ. És a zen pont ott kezdődik, amikor ezt a tudást félreteszed. És mersz közvetlenül rálátni a tudatra. Mersz közvetlenül rálátni a másikra. És ebben a jogának a csendessége és a gyakorlata, és az a szerény odafordulás, amivel a másikat segíted, és a magad korlátait belátod, ez is hozzájárulhat, sőt, nagyon. Egy szó mint száz. A mantrák nagyon fontosak, a dáranik, azok ugye kezdtük a nilakantával, van a pratyangiram dárani, ez a surangama mantra, hát ez a yang. Hogyha az Avalokiteshvara a yin, akkor a Buddha korona csakrájából megnyilatkozó tanítás, az pedig a yang, ez a surangama. És vannak még egyéb dáranik, azt tudjuk, hogy a Mahajánában ezek úgy mentek be, hogy már régen jelen voltak a prebuddhisztikus kultúrában. De most ebben nem mennék bele, mert szétfeszítenéd a dharma beszéd kereteit. Jóval régebben jelen vannak ezek a ráolvasások, imák, varázsigék, ez a dáraninak a jelentése. És bizony ennek nagyon komoly buddhista tartalma lett, és felhasználjuk a régi eszközöket új célokra és új tartalmakkal. Úgyhogy az éneklés az egy nagyon-nagyon jó eszköz, akármennyire is kultúridegen, hogy mondjuk koreaiul, vagy szanszkritul, vagy sziddham szanszkritul énekled, ha megkóstolod, jó az, működik az, csak legyél türelmes, megnyitott, és akkor jó az. Ha már az énekről beszéltünk, érdekelne az ének közben a harangnak a szerepének, csengőnek a szerepének, meg a moktak szerepének jelentőségéről. Hát a moktak az ugye a ritmushoz ritmus? Kell, hogy ne essünk szét, a harang az úgy bontja az unalmat, mert ugye... Nem mondjak ki neked. Tehát jó az a rezgés. Most fogod, megütöd a harangot, azt nem gondolsz semmire, csak ting, és kész, és akkor az van. Éneklés közben pedig egyet tudod, amikor úgy így felcsavarjuk a nyomást, és akkor éneklés is, meg harang is együtt. Hát nem jó? Hát a legelején, hát hogyha a reggeli harangénekre valaki hónap reggel 4 óra 20-kor bemer fizetni, akkor meg fogja hallani ezt a harangocskát. És ez a harangocska, ez megszólal, és olyan gyöngéden ébreszt föl, hogy csak na. Szép, és akkor hallod ezt az enyhén mormogó, ilyen kis, hát reggel nincs beéneklés, tehát ahogy ilyen kis dörmögő, mormogó hanggal elindul a hajnali harangének, az ilyen nagyon-nagyon szép felébredés, lassan, nyugodtan, mert azt hiszed, hogy ébren vagy, amikor a tested már sétál, meg megmosted a fogadat, ojjajjajjajjaj. Álomvilágban élek, írt a Tropauer Hümér, tehát azért tudunk mi még aludni nagyon sokat azután, hogy elkezdtünk sétálni, meg megmosakodtunk, meg minden. Tehát akkor ez így fölébreszt egy kicsikét. És a harang meg az ének kombinálva, az egy olyan erőteljes párosítás, nem? Hát ezért látod. Nem volt elég? Nem. Akkor holnap reggel 4 óra 20, tovább élményterápiázunk, most ezt így hívjuk. Tehát eddig ilyen zen gyakorlat volt, most élményterápia lesz, a harang lesz az élmény. Én megtörmögök hozzá, jó? Oké, megvan. Eszternek légy szíves oda hátra. Én azt szeretném kérdezni, hogy a leborulás az milyen segít? Az az érdekes, hogy minden vallásban van leborulás. Tehát minden egyes olyan
rendszerben, teológiában, ahol nálad valami nagyobb, vagy valaki nagyobb. Tehát az éntelenítésnek az egyik legalapvetőbb eszköze, hogy a kis személyes egót fölé emelsz valakit vagy valamit. Az ember mind a kettő, tehát a buddha természet a személyben nyilatkozik, meg de önmagában személytelen. És a buddha és a buddhák, bodhiszattvák, azok nálunk sokkal nagyobbak realizált ugye, lények. Tehát mind a magunk és az összes lény buddha természetét, illetve a buddhákat és a bodhiszattvákat ezzel a mozdulattal magunk fölé emeljük, és a homlok, mellkas és az összes többi így puff le a földre. Tehát a kicsi karmikus énedet, a kis egoitásodat szépen hátrahagyod, és mindaz, ami nálad magasabb és bennünk van, mint lehetőség, magunk fölé emeljük. És ezért van a buddha, a dharma és a szangha előtt leborulás, ezért van a tanítás, illetve a tanítás képviselője előtt leborulás, és ez a gyakorlatot szolgálja, ahogy Hanvas mondja, hogy megtapasztald az infinitezimális szubjektumot. Ez azt jelenti, hogy az infinitezimális ez a rendkívül kicsi, tehát ez a 0,000000 végig, körbeért az egyenlítőn, egy. Tehát annyi nulla. És a szubjektum az pedig az én, tehát egy rájöjj, hogy mindaz, amit te, majd én! Tehát amit ennek gondolunk, hogy én annyira fontos vagyok, annyira jó vagyok, annyira okos vagyok, annyira szép, annyira, 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 az ilyen picike. Nem az, hogy nem létezik. Nem mondtuk, hogy nem létezel. Csak 1/7 milliárd arányban létezel az összemberiséghez képest. Igen. És növekszik, mint a Google tárhely. Tehát az úgy szépen, hogy... Jó? Tehát ennyit számítunk, mint egyén, de mint tudatosság, mint lélek, az már rajtunk múlik. Tehát azt tudjuk, hogy Jézus, Gandhi, Buddha, Sri Ramana, Maharishi, Lao Tse, csak így, hogy kicsikét szemelgessünk, ők nem 1/7 milliárd volt. Még csak nem 1/2 milliárd sem, vagy 1/1 milliárd a kortól függően. Ezek a lelkek azért nagyon nagyot adtak. De ilyen kis megnyilvánultságukban nem voltak nagyobbak, tehát nem lehet, hű, hát ez legalább egy óriás. Tehát nem. A lélek tette azzá, és a lélek tisztasága, a tudat minősége tette azzá. Tehát ha ezt nézed, akkor a leborulás pont ezt szolgálja, hogy ne azt próbáljam meg növelni, amit nem tudok, és nem is lenne szabad, úgy, mint hogy megpróbálta a béka utánozni az ökröt, azt jó fölrobban. Tehát nem szabad ebbe a tévedésbe beleesni. És ezért van az, hogy amikor a tanítvány a mester fizikai formáját, vagy beszédmódját, vagy egyéb modorosságait próbálja megkövetni, hogy így formailag legyártsa és lekopírozza, akkor egy igazi tanító úgy vágja nyakon, nem fizikailag, az sokkal jobb másképp intézni, hogy egyből fölébredjen ebből a guru komplexusból, mert nem termékeny, tehát nem vezet jó felé. Nem igazi önvalónk felé, hanem egy rusnya nagy egoitás legyártása felé vezet, és erre semmi szükség. Úgyhogy a leborulás nagyon jó, mert ezektől az allűröktől és ezektől a felesleges tiszteletlenség köröktől, ugye, ezektől szabadít meg. És hogy miért van az, hogy a legtöbb megvilágosodott vagy vallási vezető az férfi? Ennek van valami jelentősége? Van, van. Uha. Ezt hívják narcizmusnak. Jobbat vártál? Nincs. Tehát akkor a nőknek esélye sincs megvilágosodni? Nem, erről beszéltem, lelkem. A nők nem annyira narcisztikusak, mint a férfiak, ezért nem tolják magukat annyira előtérbe. De mondok jobbat. A terroristáknak a nagy része is férfi. Tehát a szentek, meg a terroristák, azok mind férfiak. És megmondom miért. Hát a fiúknál ez a csakra másképp működik, és természetesen ez a csakra is. És ezért van az, hogy a fiúk általában gondolati problémákon keresztül keresik az élet értelmét, a nők pedig sokkal inkább az érzelmeken keresztül. Ez egy nagyon-nagyon durva általánosítás, de nagyon durva kérdést tettél föl, ezért ez most jogos.
Tehát a fiúk a gondolati problémáikat különböző projekciókkal és különböző személyiség változatokkal szeretnék megoldani, és van egy ideájuk, és azt el szeretnék érni. És a transzcendens szélsőség, ugye, az a szent, vagy a megvilágosodott, vagy az isteni megváltásban részesülő, vagy az államalapító, vagy a hódító. Tehát minden, amihez jó kis karizma kell, és attól mi többek vagyunk, mint ez a pici kis önmagunk, és ezért hallgatnak is ránk. Ennek a nagy része puszta nácizmus, és valami elképesztően lerongyolta a civilizációkat, mondjuk egy nagy sándori, egy napóleoni, vagy egy hitleri egoitás, Sztálint azért nem hagynám ki, de hát ez a 20. század termelt egyet-kettőt. Előtte is volt, mondjuk Krisztus előtt ez a 230-240 körül volt a Shi Huangti, ez a nagy sárga úr. Hát volt kiről Mao Tse-tungnak példát vennie. Tehát, és mondja is, hogy ők nem 400 tudóst fognak eltemetni elve, hanem 40 000-et. Ez volt a kulturális forradalom. Tehát ha megnézed, akkor a szentek és a terroristák általában férfi problémából születnek, és aztán vannak azok a típusú nők, mint mondjuk Teréz anya, vagy Diana hercegnő, aztán vannak ezek a Marilyn Manson társaivá szegődő nők is, tehát azért, hogy kicsit kiegyensúlyozzuk a szentet és a démonit, mert amit a férfi fegyverrel intézel, azt a nő méreggel. Tehát azt is tudjátok ti, rendben van. Tehát nem abban a mértékben, és nem olyan elképesztő elhajlásokkal, mint a férfi társadalomnak ezek a jeles és veretes tagjai. Tehát nekünk, férfi, itt sokkal több probléma van azért, mert ez az érzelmi ugye csakra nem egyensúlyozza ki a gondolkodást annyira. Nem is drámázunk annyit, ez biztos. Ez akkor egy... Igen. Viszont nagyon hidegen és nagyon, nagyon súlyosan tudunk pusztítani, avagy nagyon céltudatosan teremteni. Jó? Tehát mind a két nemnek megvan a maga karmája, megvan a maga nehézsége és ugye erénye, és ezek, hogyha jó pár kapcsolatot találsz, ezek pont kiegészítik egymást, tehát a párod pont akkor marad higgadt, amikor nálad elgurult a gyógyszer, és amikor ő így lelassul, és így befekszik a spenótostál alá, és várja a következő adag tésztát, akkor te pontosan, dinamikusan, szép azt, hogy kicsikém, menjünk, vidám park, visszük a gyerekeket is. És akkor úgy kiegészülnek a dolgok, úgy harmonizálnak, meg egyebek. Tehát talán nem mindegy, amikor beszélünk nádikról, meg ugye központi csatornáról, meg csakrákról, meg ez. Tehát vannak olyan energiavonalak, amik úgy szépen így egymást keresztezve mennek, és hogyha megnézed a csakrák működését férfiaknál és nőknél, ahol a férfinál zárt, ott a nőnél nyitott. Ha nem hiszed, akkor nézzék ördögcsakra alá egyel. Jó? És akkor onnan szépen el lehet indítani, hogy ahol zárt, ott nyitott, és úgy szépen megnézed, hogy jön ki a lépés, amíg elérsz idáig. Jó? Tessék este ezzel, nem sokat, de foglalkozni. Jó. A fogadalmakról szeretnék kérdezni. Hogyan működik a fogadalom, és mondanál erre egy példát? Hát a fogadalom az úgy működik, hogy felismered a szükségességét, megfogadod, azt megpróbálod megtartani, és rájössz, hogy nem megy. És akkor elkezd az ember küzdeni. Tehát ez azért ennyire egyszerű, mert a fogadalmak így materiális vagy instrumentális szinten azt mutatják meg, hogy hogyan tudsz a szenvedéstől megszabadulni, és hogyan tudsz másokat megszabadítani a szenvedéstől. Egyedül például az élet elvétele. Tudod, hogy mennyit gondolkodtam azon, hogy kezdő zengyakorlók? Élet elvétele. Most félretesszük az etikát, a moralitást, hogy megvizsgáljuk magában azt, hogy egyik meggyilkolja a másikat. Na most, miért kell erről fogadalmat gyártani? Tehát mi az, ami ebben nem világos? És vannak olyan tudatok, akik annyira nem látják az okot és az okozatot, hogy agyoncsapnak mondjuk egy bogarat, és akkor azt mondják, hogy jó, kész, ennyi történt. És ugyanilyen tudattal meg is tudnának gyilkolni mondjuk egy embert. És persze, hogy nem ugyanaz a kettő, de léteznek olyan lények, akik ezt a kettőt így ugyanazon svunggal egy füst alatt elintéznék. És azért kell ezeket kimondani, hogy az ok és okozat működését láttassuk. Például
így mi magunk, ahogy vagyunk, ha egy testet és egy lelket szétválasztasz, nem tudod azt újra integrálni. Na most volt egy ilyen, csak hát nem tudjuk, hogy pontosan hogy történt, de nagyon valószínű, úgy, ahogy azt leírják, hogy Lázár jöjj ki, és akkor Lázár az fogta magát, feltámadt, azt kijött. Mert olyan kakaó volt, ugye, a térben, hogy az a tudat nem tudott más csinálni, visszament a testbe, test kapott egy kis energiát, restaurálta magát, ki is jött. Na de erre nem nagyon vagyunk így hétköznapi tudattal képesek. Tehát ezért kéne tartózkodni az öléstől, mert nem tudod visszacsinálni. Oda nem adott dolgok elvétele ugyanez. Tehát ha egy birtoklásra épített társadalomban élünk, már pedig abban élünk, vegyük észre, akkor nagyon jó lenne a birtokviszonyokat tisztázni, tiszteletben tartani, és a cserének, a szerzésnek és a vesztésnek a szabályait azt meghozni, és ezen szabályok szerint cselekedjünk. Tehát végigmehetnénk az összes fogadalmon, de mondjuk még egy a hazugság, ami nagyon érdekes, mert ez a tartózkodom a hazugságtól, ha ez most ebben a pillanatban univerzálisan bejönne, szerintem az összes államberendezkedés szétesne darabokra. A legtöbb ilyen nagy székházzal rendelkező jogi személy megszűnne működni, és az emberek így körülözi, mi történt, minden romba dől. Minden romba dől, mert azok az elhárító mechanizmusok, az a képmutatás, az a ferdítés, minden, amivel ugye az éles stratégiákat felépítjük, azok a hazugságok nem működnek. És hát valami elképesztő, hogy a tudatban micsoda törést tud okozni, hogyha az ember folyamatos hazugságban, és ez nem ez a white lie, ez a kis füllentés, vagy a jó indulatú dolog, hogy jaj, meg fogsz gyógyulni kicsikém, tehát nem erről van szó. Arról van szó, hogy tudatosan, taktikusan, napi rendszerességgel hazudunk. De valami olyan elképesztő módon, hogy rétegesen, szépen felépítjük azt a taktikát, hogy hogyan bolondítsuk meg a világot, és hogyan csináljunk magunkból egy olyan önképet, ami valójában mi nem vagyunk, vagy rávegyük az embereket, hogy ezt elhiggyék, kövessék, szeressék, stb. Tehát az egoitás legyártása az első hazugság, utána a valóság ugye, tényeinek a meghamisítása a másik, az érzelmeknek és a gondolatoknak az elfertítése és nem őszinte kifejezése szóban ez a harmadik, és még van egy rakás, és hol veszed észre? Ott veszed észre, hogy elszigetelődsz, és a saját hazugságaid vesznek körül, és nem a valóság, és nem az emberek, és nem az igazi kapcsolataid, hanem az a világ, amit felépítettél, és ami fiktív, ami nem hiteles. És a hazugság felszabdalja a lelket a valósra és a valótlanra, és már az ember elvész a saját narratívájában, hogy most akkor hogyan tegyem következetessé a hazugságot úgy, hogy az valóságnak lássék, azért, mert következetesen működik. Azt már minden marketing szakértő tudja, hogy attól, hogy következetes, attól még nem biztos, hogy igaz. Úgyhogy minden fogadalom mögött az van, hogy térd vissza igazi önvalódhoz, és szabadítsd meg önmagadat és másokat a szenvedéstől. És ez az ébredjünk és másokat is hagyjunk ébredni, éljünk és másokat is engedjünk élni, ez a fogadalmakban van benne. Na most a világiaknak van öt. Az öt az a tartózkodás az élet elvételétől, tartózkodás a hazugságtól, tartózkodás az oda nem adott dolgok elvételétől, tartózkodás a bódítószerek használatától, és tartózkodás az elkötelezett kapcsolatok egyoldalú megtörésétől. Na most, ha ez az öt úgy bemenne az emberiség tudatába, és őszinte erőfeszítést tennének rá, hogy ezeket megtartsák, akkor egy generáción belül, ami 20-25 év, ez a világ teljesen másképp működne. Teljesen. Hamarabb nem, annyi idő kell. De hogy miért forgunk körben több évszázada, évezrede, az pont azért van, mert nem ismerjük fel a fogadalmak miben létét, nem ismerjük fel azoknak a hasznát, és nem ismerjük fel azt, hogy egyáltalán hogyan viszonyuljunk hozzájuk. És ha ezt fölismernénk, akkor nem csak a belső ébredésünk, hanem bizony a világhoz és az emberekhez való viszonyunk is nagyon megváltozna. Tehát
megismerjük ezeket a fogadalmakat, és az első mondatod az volt, hogy és akkor rájövünk, hogy ezeket nem tudjuk megtartani. Na és akkor mi van? Akkor törekszünk rá. Még egy fogadalmat teszünk? Nem, nem. Akkor folyamatosan törekszünk rá. A legnagyobb probléma az, amikor valaki azt mondja, hogy én meg tudom az összeset tartani mindig minden körülmények között. Na az az én, az egyik legrusnyább típusú én, és mindaddig ott van, amíg nem buktál. És azért jó, hogyha az ember rájön, hogy nem tudja őket megtartani 100%-ig mindegyiket minden körülmény között. Ha rájössz, akkor törekszel. Ha rájössz, akkor küzdesz. És ez egybevág a Buddhának azzal a tanítás, hogy szerzetesek, lángban áll a világ, törekedjetek fáradhatatlanul. Nem azt mondta, hogy legyetek tökéletesek, most itt ebben a minutban világosodjatok meg, aztán hirdessétek. Nem. Törekedjetek fáradhatatlanul. Ennek is nagyon komoly feltételrendszere van. Az egyik, hogy a saját tökéletlenségemmel, függéseimmel, egymásra utaltsággal, mulandósággal mind-mind tisztában vagyok. És hogyha ez, hogy mulandóság, tökéletlenség és kölcsönös függés vagy függő helyzet, ez még nem jutott el valakinek a tudatáig, akkor még nagyon sokat kell így az orrával szántani az utat, hogy észrevegye, hogy rajta van. Tehát mindig megkérdezik, hogy mi az út? Na, amin jársz, az nem elég? Hát, néha nem. Akkor fogod az orrocskáddal szántani, amikor buksz, amikor kudarc van, amikor ver az élet. És amikor az a szántó mozdulat ott van, hogy belehúztad a kudarcnak, a szenvedésnek, a frusztrációnak az árkát úgy a fődbe, akkor felállsz, na az volt az utad. Jó? Tehát ez azért fontos, mert a küzdelmet és a törekvést azt nem lehet elvitatni. Ezt nem csak Madách Imre írta meg olyan elképesztően jól. És nem csak a Buddha mondta számtalan szó, nem csak a nirvánájának a pillanatában. Hanem ha megnézed, amiről beszéltünk, hogy szabad akarat, szabad döntés, az emberi szabadságnak a tapasztalata, az ezen a küzdelmen keresztül élhető meg. Nem csinálsz semmit, nem küzdesz, nem törekszel, szétfolysz, mint a tócsa a padlón. Aztán egyszer csak jön a napfény, és elpárologsz. Tehát ez nem élet. És nézd meg, azok, akik mindig várnak valamire vagy valakire, akik mindig kívülről akarják a tutit, akik mindig a világot hibáztatják azért, mert ők olyanok, amilyenek, azok pontosan ebben a törekvés nélküli és küzdés hiányos állapotban vannak. És ez az a virtuális élet, ez az a lefokozott élet, amitől az emberek valójában szenvednek. És ezt keressük, azt a fajta eredetiséget, autentikus életet, azt a fajta határozott, törekvő, ugye, iránytartó életet, amiről azt mondhatjuk, hogy a miénk. És hogy valami több volt benne, mint én. Nem csak vártam valamire, hogy valamikor majd boldog leszek. Hát miért ne segítsek más embereknek, ugye, felállni, amikor elbuknak, boldognak lenni, amikor boldogtalanok, adni nekik, amikor szükségük van, és miért mindig a saját személyes kielégülésemet, boldogságomat, örömömet kezdjem el hajszolni, mikor úgyis csak nyomor van belőle. Mert sose lesz teljes, sose lesz állandó, sose lesz tökéletes. És akkor innentől kezdve már teljesen másképp tudok gondolkodni. Mert nem én lettem hirtelen a legfontosabb. A végére kérhetnénk egy koant. Milyen színűt szeretnél? Kék koant, pirosat, fehéret? Pirosat? Jó. A hatodik pátriárka sétált a saját templomában. Ráakadt két szerzetesre, akik vitatkoztak. Az egyik azt mondja, Nini, a szél mozgatja a zászlót. A másik azt mondta, dehogy, hát a zászló mozog a szélben. Erre a hatodik pátriárka azt mondta, nem a szél mozog, nem a zászló mozog, a tudatotok mozog. De hát ez se helyes, mert eredeti, tiszta tudatunk az viszont nem mozdul. Tehát akkor a kérésedre, a koan, mi mozog? Szél vagy zászló? Na, ha jól végzed a joga gyakorlatokat, akkor lehet, hogy megtalálod rá a választ. És akkor nyugodtan kop-kop, és majd leellenőrizzük, hogy helyes-e.
Jó? Nem ilyen koanra gondoltál? Tehát... A tibeti halottas könyvről kérdeztem volna. Igen? Hogy szokták-e ezt a 40 napos, ha jól tudom, szertartást használni manapság? 49. 49, és akkor ezek szerint, hogyha nem is tudjuk a jelentését, akkor ennek ugyanúgy van értelme, nem? Hát tudod, nem értettem a kérdésedet. Minek legyen értelme? A szertartásnak? Hát, hogy használják-e az a kérdés igazából. A halottas könyvet, vagy a 49. napi szertartást? Nem ugyanaz? A 49 nap alatt felolvassák, nem? Vagy éneklik. Imádkoznak. Na, hát erről tibeti szakértőt legyen összes megkérdezni. Én azt tudom, hogy a koreai mahajánában ez hogy van. Tehát hogyan segítjük az eltávozott lelket? Első, az a jó, hogyha tényleg a karjainkban hal meg, magyarul te a tiszta tudati jelenléteddel ott vagy, és segíted az útján. Ez többet ér, mint bármilyen szertartás. És nem kell pánikolni, nem kell viselkedni, légy vele a halál folyamatában. Teljesen. Válj vele egyé úgy, hogy közben ő meghal. És ezt azért nem szoktuk szeretni, mert ha ezt te átéled, akkor te is meghalsz. Csak te a testben maradsz, ő pedig megy tovább. Na ettől mi nagyon szoktunk félni, mert a saját halálunknak a kérdését nem szoktuk megoldani elég hamar, sőt, legtöbbünk úgy megy a kapuhoz, hogy halványul a dunsztja nincs, hogy mi történik. Tehát iszonyú fontos, hogy légy azzal a lélekkel, aki éppen meghal. Ha ezt nem tudtad megcsinálni, mert műtőasztal, baleset, vagy egyéb ilyen távoli dolog, akkor minél hamarabb egy halotti szertartást el kell mondani, még lehetőleg az első 3 napon belül. És ez még független a temetéstől, mert a temetés az kultúra függő, hogy mikor hangzik el. De amikor a tudat kilép a testből, tessék azon nyomban közeli karmájú emberrel, ha nem te vagy a közvetlen hozzátartozó, és ahhoz fog ragaszkodni, azt fogja keresni. Tehát közeli karmájú emberrel együtt elmondani nagyon fontos tanításokat, akár énekben, akár szóban, azért, hogy utat mutass a léleknek. A legnagyobb probléma, hogy nem tudja, hogy meghalt. És mindig vissza akar, nyugi, mindig vissza, most élsz, ez rendben van. Tehát mindig vissza akar térni a testbe, meg akarja fogni a kis fogkeféjét, meg akarja enni a kedvenc kajáját, és rájön, hogy ez nem megy. És szerencsétlen ott van, és ragaszkodik a különböző terekhez, meg tárgyakhoz, meg embereknek, és beszél valaki, és nem hallja. És ez egy iszonyú frusztrál. Tehát fel kell ébreszteni arra tényleg, hogy meghalt. Egy. Kettő, ne tébláboljon itt a földi síkon, hanem legyen szes, menjen. Tehát engedje azt a karmikus szelet érvényesülni, ami őt gyakorlatilag a saját ugye, lélek dimenziójába szépen fölviszi. Ez nagyon fontos. És a temetési szertartás az tele van ilyenekkel, és elmondjuk, hogy mire figyeljen, mit csináljon, stb. És ez azért kell, hogy követhesse az útját, és ne térjen le feleslegesen, és ne fusson felesleges köröket. Na most van egy ilyen, hogy ha valaki nagyon fontos személy számodra, akkor minden héten a halál után 7-14 stb. Napon, egész az 49. napig egy-egy szertartást csinálsz. De ez mind forma. Tehát ez csak forma, és igazából ami a lélekben történik, ami a te viszonyod az elhalálozotthoz, az az igazán fontos. Például ezért van egy általános, nem csak Tibetben, Mahajánában, mindenhol mondják, nyugodtan lehet gyászolni és sírni, de ne akarjuk ott tartani élethosszú, hogy gyere vissza, kicsikém! Ne! Azért, mert meg tudod kötni. Tehát te testben vagy, te az inkarnáció erejével itt vagy, itt van az akaratod, a másiknak nincs teste, nincs egyéni gondolkodása, nincs szabad akarata, tehát fújják a szelek. Na most onnantól kezdve, hogy te nem engeded érvényesülni az útját, mert itt tartod és visszahozod, és gyere vissza, és akarlak, innentől kezdve akadályozod. Tehát ezek a szertartások, ezek nem csak a hódtaknak van, ez az élőket is felébreszti, vagy fel kéne, hogy ne tessék itt tartani a lelket, tessék elengedni, tessék szeretettel viszonyulni hozzá, megköszönni azt az időt, amit együtt tölthettünk, és bocsássuk útjára,
Mert elment, és már nem szabad, hogy itt legyen, semmi dolga, menjen. És a minden hetedik napi ugye, szertartás, a 49. napig, az ilyenkor Mahajana országokban van, Koreában biztos, és a 49. napi az nagyon nagy. Ez jelzi, hogy már új testet vehetett föl a lélek, de azt jelezném én és egyebek, tehát más tanítók is, hogy ez nem aranyszabály. Tehát vannak, akik rögtön más testet vesznek föl, nem várnak 49. napig, már várja őket a kész kis fészek, puty, már mennek is bele, és vannak, akik több száz évig nem jönnek ide. Vagy nem vesznek föl fizikai testet. Jó? Tehát ez így változik, és karma függő, hogy ez hogy megy, de aztán van a 100. nap, és utána pedig évente egy-egy ilyen emlékezés. De ezek már nagyrészt a rokonságnak, meg a földi közösségnek, a hátrahagyottaknak szól inkább. Az élek már rég nincs ott. Az első 3 nap a halál után iszonyatosan fontos, és hogyha azt sikerül úgy irányba tenni, akkor az rendben van. És nem is, hát nem is mindegy, hogy ki az, aki elment. Tehát az tudva levő, hogy zenmestereknél a nagy temetés, az tényleg a szangának szól, amikor meghal, tehát nirvánába távozik, akkor még a szívszútrát se éneklik el, beteszik a testet egy ilyen paraván mögé, és a paravánra ilyen szútrák vannak írva, és az ott van, megütik a csukpit 3-szor, ezt a meditációt jelző kis hasított bambuszt, leborulnak 3-szor, megütik a csukpit 3-szor, és kész. Neki már nem kell. Az egész szertartás, az már az itteni szangának, az embereknek, az utódnak, az új közösségnek, amelyik ugye kialakul a nyomán, ez szól. És semmi szükség arra. Pontosan tudja, éberen lépte át a kaput, pontosan tudja, merre megy. Nem kell neki útbaigazítás, köszönjük szépen. Az itthon maradottakat, azt nagyon szépen, az a terápia. Tehát a temetési szertartás, meg akármilyen szertartás korábban tényleg terápiás jelleggel működött, és működne a mai napig, hogyha nem veszett volna el bizonyos kultúrákban. Úgyhogy ez a működése ezeknek, és lásd azt, hogy inkább a lélektől lélekig való kapcsolata fontos, és nem az a forma, vagy az az írás. Ugye van egyiptomi halottas könyv, tibeti halottas könyv, mondhattok még egy jó párat, és a majáknál is volt egy csomó ilyen, és ezek mind-mind mások, mind korpusz. Tehát megnézed, más stációkat írnak le, más lényeket írnak le, tehát ez mind-mind kultúra függő, de van valami, ami lélekfüggő, ami tényleg csak az emberben van. És erről szólnak a szertartások valójában. Hogy a lélektől lélekig való kapcsolattal segítsd a másikat az útján. És ezeknek a szertartások csak kifejeződései, és nem önmagukban valamik. Jó? Akkor szeretném megköszönni Balázs meghívását erre a tényleg nem várt ugye, dharma beszédre. Az ilyen workshopok előtt tényleg nem szokásos, de nagyon köszönöm és hálás vagyok, hogy ez megtörténhetett. Szeretnék mindenkinek nagyon jó hétvégét kívánni a nyári monszun és az egernye dacára, és érezzétek jól magatokat, legyen nagyon sok szép élményben részletek, hogy minél kevesebb terápia kelljen utána. Minden jót!